Mi Csabi, van? Nagyon izgulok. Tudta? Júj! Tudta? Tudod mi ez? Megy már! Júj! Azt nézd, Henci! Újabb vasaló deszkát dobott piacra. Még nem dobott piacra, de nedves álmaimba szerepelt a 900-as Whippilen, és gyűn! Gyűn! Már nem, mennek vele! A 900-es Whippilen már a kanyarban van. Azt itt nézd. A Motorcycle News-nál jelent meg ez a hír, aminek én kifejezetten örülök. Mert hát mai napig néha zokogva ébredek fel, hogy eladtam azt a gyönyörű kis Whippilent, mert minden nagyon imádtam, nagyon szerettem, és most jön a 900, de az is a legvalószínűbb szenárió, hogy a 900-os KTM bokkal fog elkészülni a Whippilen és a Swartpilen is. Itt ezen a képen ez nyilvánvalóan ez a gumiból meg a kerékméretből ítélve ez a Whippilen, viszont egyenes a kormány, amit mondjuk én kicsit savallok, hogy a Whippilen az pont a csutka kormánytól volt igazi Whippilen. Sőt, hogyha azt nézzük, megnézzük a Rydernek az ülés pozícióját, akkor tisztán látszik, hogy sokkal inkább benne ül a motorban, mint idáig bármelyik Whippilenbe. Úgyhogy ez már nem lesz annyira egyenes hátú. Sajnos. Szerintem pont a csutka kormány adta meg ennek az egésznek az ízét, meg azért nem járkált ilyennel mindenki, hál' Istennek. De hát majd biztos van hozzá. Peti, ezt most azért szerettem, most ez már egyáltalán nem olyan lapos. Tehát ez már szerintem épp már befogadható optika lesz itt. De nagyon jellegzetes, tehát maga az a tankvonal, ugye a hátsó lámpa, a hátsó idom, ez egy abszolút... Szögletesség ott van. A kipufogó is elég csibészesen kúszik föl. Ugye az a 890-es gyúknak a csöve. A megöröklött ugye elhelyezése. Kifordított lengővilla. Így van, tehát a szokásos, KTM-es. KTM-es alkatrész, csak én úgy szoktam a Husqvarnát apostrofálni, hogy az a szép KTM. Mert a KTM az inkább az, hogy igen. A KTM formavilága igazából ezzel a halálsikolyos lámpával, nekem az inkább ez a megdöbbentésre játszanak, mint a szépségre. Fél, ez annyira vakítően szép ez a motorkerék, majd visszaveszem a napszámot. Tényleg. Ja, amit érdemes megnézni, KTM-es is akkor rajta az emberünk. Hát nyilván ugye ezeket ugyanúgy Matti Kofenbe tesztelik, fejlesztik. Jó, de azért lenne már legalább annyi bennük, hogy fölvesznek hozzá egy 20 kornás sapkát. Lehet, ez a megtévesztés része. Mm-hmm. Lehet, hogy nem is. Itt még úgy látom, még a felnicse döntötték el, hogy melyiket rakják bele, mert ha megnézed elő egy ilyen 5 küllős, hátul meg az a sok küllős verzió van, ami a KTM-ekbe. Jó. Lehet, kimegyek Milánóba, és ott körbe fogom pisilni. Elvinnének a biztonságiak. Hogy azt fogod csinálni? Én kiskoromban állítok, egyszer csináltam, hogy bevittek egy ilyen áruházba, fölültem ugye háromkerekű ilyen kis bringer, és nem voltam hajlandó leszállni, úgyhogy meg kellett vegyék a fülét. Peti is addig nem száll le, amíg szerintem ez ott nem fog működni. Anyukája meg apukája. Anutája. Meg kell próbálni. Jó, hát nagyon különböző sorscsapás vár az emberre élete során, bírni kell. Nagyon várjuk a 2023-as új motor bemutatókat. És akkor haladjunk is tovább következő témánkkal. Ki nincs itt? Na, a világ csavargó. Úgyhogy nekem kell megint dolgoznom. Csapó! De van egy külön csapó emberetek? A Bistei szokott csapózni. Az ő mániák különben én lejöttem a szerről, de a Bistei még rajta van nagyon. Nagyon régi. Igen. Na, nagy szeretettel köszöntünk, kedves nézőnk! És itt Gazsi Dani a kanyarfotó.hu-tól a vendégünk, én Szabó Erik vagyok, hogyha valaki nem ismert meg azonnal. Hogyha majd más nevet mondanék haza, meg tudnám téveszteni a nézőket? Szerintem nem. Mert csomóan vannak, akik nem tudják, hogy ki vagyok. De tényleg. De azokról te se tudod, hogy ki, nem? Különben igen. Nagy részükről van, szegény se tudom, hogy kicsoda. És annyira nem is feszít ez a téma, de miután ezen túl haladtunk, ugye voltál te már, meg voltatok ti már, csak akkor többen voltatok, most meg egyedül vagy, voltál a műsorban, mint Kanyar Fotó, ezelőtt pár évvel, aki meg tudja mondani pontosan mikor,
annak egy ingyen fotót felajánlok, anyafotót. Igen, egy kicsit vissza kell lapozni az oldalatokon, nem sokat. Nem tudjuk, hogy mikor, de a lényeg, hogy azóta is, ugye, sőt, mi más ügyben találkoztunk talán először, az még egy Superbike magazinos fotózás volt itt a Superbike magazin végóráiba. Aztán már nincsen meg a Superbike azóta, nem? Nem tudsz. Hát minket nem kerestek meg többen. Azt gondoljuk, hogy nincs. És akkor még egy X-szer, S1000 X-szer tesztet fotóztál, én meg motoroztam, úgyhogy ott onnan datálódik a mi ismeretségünk, és ti azóta baromi sokat fotóztatok, és egyre látványosabb a munkásságotok, legalábbis számomra egyre szebb képeket. Múltkor volt egy GSX-szer, az is ügyesen ment a kanyarba, de a fotó is jó volt róla, jó szögben, jó. Mátrában? Nem tudom, de térdel ment az ember. Szerintem ez a Mátra egy kicsit tágabb. Igen, de jó. Igen, ez jó pofa. Ezt a Zoli csinálta például. Igen, és nagyon jó minőségű pörgőt forgott a kerék, a téma éles, úgyhogy érdemes követni a kanyarfotónak a munkásságát. De most, ami kapcsán beszélgetünk, ugye egy közös projektre invitáltál engem, minket, ez pedig a 11-19 egy újabb kanyarnak a jelölése. A sztori az az, hogy vannak ilyen különböző megoldások, általában nyolhat Európában kimotorozik, ugye, azt találkozik vele. Én is találkoztam már. Igen. Tehát ott már nagyon nem lepődsz meg rajta, hogyha jaj. Tehát a kanyarívet valamilyen szinten jelölik, ugye volt ennek már egy kezdeményezése, ugyanaz a Bajna Héreg szakaszon egy másik kanyarba, ahol maga a... Ugye nagyon sokan bírálták már akkor is ezt a megmozdulást, de a statisztikai oldalról eredmény szempontjából egy nagyon eredményes beavatkozás volt abban a kanyarban, gyakorlatilag megszűntek a balesetek, és akkor... Azért nehéz azért vitatkozni, nem? Tehát, hogyha sok egy hírhetten balesetveszélyes kanyarból eltűnnek a balesetek, akkor erre már nehéz mit mondani. Igen, itt a múlt heti adásban már ott látszik a mi munkásságunk, illetve a kanyarfotó már kirakott erről egy videót, ami kapcsán jöttek is kommentek, jött hideg-meleg, és erre majd mindjárt visszacsatolunk, de még egy kicsit gyúrjuk ezt az egész sztorit, hogy azért a közúti közlekedésnek a rendező elve az az, hogy az állampolgárok teljes épségben, egészségben A-ból B-be el tudjanak közlekedni, busszal, autójukkal, motorkerékpárjukkal, tehát gyakorlatilag ennél nem több a közúti közlekedés, meg az áruszállítás, meg minden egyéb, ami ehhez kapcsolódik, az áruk mozgása, az emberek mozgása, és hogy ezt biztonságban, épségben, egészségben megoldják. Ebben vannak gyalogosok, kerékpárosok, minden. Tehát e köré nagyon fontos, hogy balesetek elkerülésével oldódjon meg ez a jellegű logisztikai feladat a közútjainkon. Ugye? Tehát ez a rendező elv. Ez a fő szempont. Most az, hogy valaki szórakozásból elmegy ide-oda-amoda, ezt nem üldözi a jogalkotó, de nem biztosít nekik plusz teret jogszabály szerint, hanem azt mondja, hogy tök jó, hogyha te szeretsz túrázni, menni az autóddal, vagy a motoroddal, vagy a kerékpároddal, pont ugyanazok a KRESZ jogszabályok vonatkoznak rád, mint ha csak úgy közlekednél. Igen. Tehát, és akkor, ha innen indítjuk az egész, és innen fejtjük vissza, tulajdonképpen a rendszer abban a szempontból nem érzékeny, hogy bárki ilyen szórakozási megfontolásokkal közlekedjen, tehát mondjuk se az út tervezését feltétlenül, se pedig a jogszabályokat nem úgy idomítják, hogy te különösebben jó kell érezd magad a közlekedés közben. Persze ez egy plusz hozadék, hogy te jól érzed magad, de nem cél. A hétköznapi közlekedésben semmiképp sem, de azért hozzáteszem, hogy lehetne ebbe az irányba egy kicsit mozgolódni és terelni a motorosokat, mint annyi sport van ebben az országban is, amit hogyha szeretsz művelni, akkor hobbiként ki tudsz művelni, és megvannak erre a területek, megvannak erre a terek. Hogyha megnézed a motorsportot, szerintem Magyarország az egyetlen hely, ahol úgy, ahogy van, meg van tiltva például az endúrozás. Itthon nincsenek kijelölt endúrósvények az erdőben, egy kicsit se gondoskodnak arról, hogy például egy ilyen háttérrel sokkal képzettebb motorosok jönnének ki az utcára. Én ebben nem tudom, hogy most jelen pillanatban hol tartunk, ugye azért vannak itt ezek a tett meg egyebek ilyen endúros trans
európai hát endurós földes utak. Az, hogy most konkrétan enduró pálya, vagy a motocross pálya mennyire lehet enduró, a motocross pályák vannak, elmetek huppogtatni ott is, lehet, ha más nem a gyerekpálya lehetne. Hát ez megint az, tudod, de amikor megkérdezik, hogy miért nem mész ki versenypályára. Most sok ilyen kérdést kaptunk, meg sokan válaszoltak is erre. Ők ugye azt mondják, hogy hát egyrészt messze van mindegyik versenypálya tőle, tehát aki ott Bajna Hérek környékén lakik, azért onnan kell motorozni egy klasszat, hogy el tudja jutni bármelyik versenypályára. Másrészt nem minden hétvégén van nyílt nap, és amikor van, akkor is fizetni kell érte. Nyilván vannak van egy csomó ingyenes nap egyébként, tehát azért, aki ügyes, az be tud jutni tanfolyamokra, pályanapokra ingyenesen is. De nincsen ez úgy megfelelően megtámogató, szerintem egyáltalán nincsen. Tehát ez... Mondok mást. Itt vagyunk, csak hogy egy kicsit az ellenpólus is megjelenjen, tehát itt vagyunk Kakucson, a falu szélén van egy pálya. A helyi erők elmentek a Mátrába motorozni. Mondom, figyelj, ha befizeted a napi pályabérletet, is jobban jársz, ha nem mész oda. És ráadásul itt lehet, hogy a tempó nem gyilkos, de tudsz könnyéken is motorozni, el tudsz fordulni könnyéken is. Sokkal intenzívebb dolog, egy kilométeren van 13 kanyarod, tehát gyakorlatilag 100 kört mész, a 100 kilométer 1300 kanyar. Tehát az élmény sokkal intenzívebb. Nem, ők innen elmentek a Mátrába motorozni, mert oda az milyen jó. Tehát van a másik oldal is. Tehát igen, mindig van valami, nekem az az érzés, hogy sokszor van valami érvrendszer, és különben meg szinte biztos vagyok, mert olvastam már ilyet, és van, aki nem fogékony arra, hogy ő pályán menjen, az utcai hős szerepét szeretné játszani. Tehát ő attól igazi motoros ártány, hogy ő az utcán csinálja azt, mint amit nem tudom, a mentétén vagy. Tehát neki ez a... Hát már azt is az utcán csinálják, és akkor neki van egy ilyen leegyszerűsített képe magában erről az egészről, hogy ott mennek mind az állat az utcán, akkor én is megyek mind az állat, én is annyira tudok motorozni, mint ők, és akkor biztos nem lesz baj, jó lesz ez. Igen, csak azért itt vannak azok a felvetések, hogy a vezetéstechnikai tréningem elő szokott fordulni, jó, de nem ismerem a kanyart, meg akkor onnan tudom, hogy mennyivel lehet menni. És ilyenkor azért szoktam mondani, hogy ez a Kresszok szabálygyűjteményre lehet hagyatkozni, tehát hogyha van egy veszélyes útkanyarú a tábla, akkor érdemes a megengedett sebességet, ehhez képest is csökkenteni a sebességet, hogyha van egy 60-as tábla kanyarod, akkor azért lehet abból következtetni, hogy akkor ez egy ilyen trükkösebb megoldás lesz, tehát lehet ilyen szempontból hagyatkozni a táblarendszerre, amiben motorozunk, másrészt meg nem tudod. Tehát azt, hogy a mentétén a srácok azt a kört, azt hiszem 60 km nagyjából az a kör, amit ők mennek, és tudjanak ilyen 200 km/h átlagot menni, ahhoz az kell, hogy a fa leveleire különböző színnel jelölést tegyenek, hogy fékpontokat, érintési pontokat, különböző tájékozódási pontot bejelölnek rajta, ismerik az összes aknafedelet, kőoroszlánt, kőkerítést, mindent, tehát megtanulják gyakorlatilag azt az útszakaszt, és utána kezdnek el tempózni rajta, és néha még így is meghalnak. Tehát, hogyha te olyan helyen motorozol, büdös évben nem mentél, ott nagyon nehéz elképzelni azt, hogy te leszel ott a domb királya. Hát nagyon, ez nagyon jó példa erre, ez a srác, akit most nemrég kitettem a TikTokra, aki úgy megy, mint a domb királya, ezt majd látom nektek küldeni ezt a videót. Na hát pontosan ez a óriási probléma, látod? Ez be lehet vágni ebbe a részbe. Tényleg úgy megy, mint az op királya, még nem jön a bal kanyar, és akkor azzal már ott nem tud. Hogyha előtte ő ugyanígy bejárta volna, megnézte volna a fékezési pontokat, végigurult volna szépen rajta, akkor nyilván tudott volna menni egy szebbet is, de úgy, hogy nem is ismeri a szakaszt, és mégis megy mind az állat, mert az néz ki majd jól a fotón szerinte, vagy nem, fogalmam sincs, hogy mi járhat a fejébe ez. Különben összességében ez egy érdekes dolog, és mostanában azt a megközelítést vizsgálom, de hát persze ez nem brit tudós vagyok, se nem egy nagy merítés, csak most már idestóval lassan 40 éve motorozgatom, és azért úgy gyűlik bennem is a tapasztalat, és ez meg kell mondjam, hogy az idővel változik egyrészt a szemlélet, mert mondjuk az első 30 évben én egy
hogy arra gondoltam, hogy a Superbike-kal fogom befejezni a pályafutásomat, tisztán látszik, hogy nem azzal fogom befejezni a pályafutásomat, igen, ez valószínűleg valami nyugdíjas motorkerékpárra, mint egy RT. Három kerekűvel szerintem. És nem nagyon tudjuk még, hogy mi lesz, ne is jelentsünk ki, ne is menjünk be találgatásokba, hogy éppen mi a helyzet. És mindig visszajön a dolog, hogy vezetéstechnikai tréning, tök jó, menjünk vezetéstechnikai tréningre, ki mennyit motorozik, és akkor szorolják a srácok, hogy ki mennyit megy. 3-5 ezer, 10 ezer kilométer az már ritka, inkább ez a 10 ezer kilométeren belüli dolog, és akkor én számogattam, hogy mikor megyünk, jó időben megyünk, nem esik az eső, télen nem motorozunk, nem akarok fázni. És akkor én kezdtem ebből visszafejteni, hogy ez hány alkalmat jelentett ez a motorozás gyakorlatilag, és a szezon mondjuk április végétől október elejéig tart, nagyjából 6 hónapot fed le. Ebben a 6 hónapban van kicsit több, de mondjuk 24 hétvége. Ugye általában hétközben mindenki melózik, mert rendes ember, hétközben viszont keveset tud motorozni, úgyhogy 24 hétvége. De 24 hétvégéből nem mindegyikre esik jó idő, ráadásul van, akinek van saját felette szerve, kis felesége, aki befolyásolja még az ő mozgásait, lehet, hogy csak 20-szor tud motorra ülni, lehet, hogy csak 12-szer tud motorra ülni, mert az a díl otthon, hogy minden második hétvégén kap engedélyt. Vagy tudja, akkor engedjen, amikor szar az idő az asszony. Úgyhogy, és akkor nagyjából egy napban, mondjuk egy napos túra, körülbelül 3-400 kilométer, és hogyha összeszorozzuk ezt 10-12-vel, akkor nagyjából kijutunk odaig a 3-5 ezer kilométeres teljesítményre. Tehát gyakorlatilag ott tartunk, hogy 12-20 alkalommal ül egy, nevezük átlagos motorosnak a járművén. Tehát ez kevesebb, mint az a hétvégi autós, akin szentségelni szoktunk. Akkor legyen egy új kategória, egy hétvégi motoros? Hát ez még a hétvégi motorosnál is valami, most nem, bocs, tehát ez így... Mert még víkendelke sincs, hanem csak egy kört megy. Igen, tehát ha innen feltjük vissza a dolgokat, akkor egy készségszintű járműkezelés nagyon nehezen alakul ki ilyen jellegű. És ez nem annak a hibája, félreértés legyen, nem az átlag motorosunk hibája ez, hanem ez a gyakoriságnak az elégtelen gyakoriság az, ami... Hát ez ennek az egésznek az alaptulajdonsága, hogy akkor tudsz jól motorozni, hogyha sokat motorozol, tudatosan motorozol, gyakorolsz bizonyos dolgokat benne, hogyha tényleg két hetente hétvégén egyszer előveszed egy dobogókör, Esztergom, nem tudom, Visegrád körre, úgy az nagyon nehéz. Ráadásul ez tartozik, erről is talán már volt szó, ez tartozik egy másfajta lelkiállapot, mert akkor végre tényleg már két hete nem ültél motor, és akkor most ilyen csodákat kell tenni, és úgy el kell fordulni abba a kanyarba, mint még soha, és kiderül, tényleg sikerül, mert reméljük nem minden alkalommal mész neki a szallakorlátnak. Vagy arról pattansz vissza. Tehát mégis a cél ebből a szempontból teljesített. Tehát, és ez egy nagyon érdekes, nagyon, és talán ilyen szempontból azt kell mondjam, hogy talán nincs is megoldása ennek a problémának. Tehát, hogyha az ismétlés számot nem lehet növelni, mert olyan az életed ritmusa, hogy tényleg ez a 12-20 alkalom az a szezon, és valamiért ezt nem lehet kiterjeszteni, mert nem az a megoldás, hogy 600-at mész aznap, az nem lesz megoldás, mert a második 300 már csak a túlélésre megy. Hanem igazából itt a gyakoriságot kéne növelni, de hogyha ez lehetetlen, akkor viszont a lehetőségekhez kéne hozzáigazítani a tervezett akciókat. Ez lehet még, és akkor nagy évű terveket nem kell szőni. Tehát akkor szépen elmegyünk, elmotorozgatunk, azt készen vagyunk. Na igen, de itt jön be a legtöbb probléma, hogy a legtöbb motoros a saját tudásával nincsen leginkább tisztában. Tehát nagyon-nagyon sok bátor motoros lehet látni, meg nagyon sok félős motoros látni, de jó motorosból sajnos nincsen, messze nincsen olyan sok. Nyilván ezekből az okokból kifolyólag, amit mondasz, hogy itt előveszik pár száz kilométer egy hétvégén, az tényleg nem elég. Tehát ez egyszerűen... Jó, ezt vélelmezzük, tehát senkitnek a lelkében nem akartunk belegázolni, és igazából nem ismerünk itt minden nézőt, majd nem ismerünk téged ott a monitor, vagy a tévének, vagy a telefonnak a másik oldalán, csak ugye próbáljuk megérteni, mert ugye ahhoz, hogy a problémát lehessen kezelni, először meg kell érteni, hogy mi a probléma. És akkor tulajdonképpen innen aztán visszafejthető kicsit a dolog, és akkor visszakerülünk az elejére, mivel kezdtünk, hogy egy új 11-19 bajna érek szakaszon, ott kinn a pusztába, szintkülönbséges eskanyarba,
gyakorlatilag 2 éve oda telepítése került alácsúszásgátló elem a szalakolát, amiket valaki már meg is pedzett már, mert látszik rajta. Igen, meg van kicsit görbítve. És most meg olyan speciális kísérleti útburkati jelek kerültek a ti jó voltatokból oda, gyakorlatilag a ti finanszírozásotok, azt el lehet mondani, igen, ami valamilyen szinten vezeti a szemet, és vezeti az ívet, ad a motorosnak egy olyan ívet, ami abból a szempontból ideális ív, hogy biztos, hogy nem akar talán bele másba, hogyha ott megy, nem a sebesség szempontjából ideális ív. Ez mindenféleképpen fontos, mert az utcán, a versenypályán az ideális ív az más jelent, mint az utcán a ideális ív, és az a múlt heti videóban már szerintem már számodra is ki kellett derüljön, mert ott egy kicsit jobban boncoltuk ezt a dolgot. Tehát egy biztonságos íven vezet végig a motoros, de ez sem megfelelő, mert jöttek rá olyan kommentek, ugye kérdezted engem, hogy én olvastam, mert ugye benne voltam környékig, mert múlt hétről már tudod, hogy benne voltam, és kérdezted, hogy követtem-e, mondtam, hogy én már egy bizonyos szintnél tovább nem igénylem a fájdalmat. Ugye tudtuk, hogy nem tudunk igen, te mindenkinek jót tenni. Te figyelmeztettél erre, hogy biztos, hogy kapunk itt majd hideget, meleget, hát tényleg. De azért nem, megmondom őszintén, hogy engem ez egy kicsit meglepett, mert én úgy gondoltam erre az egész akcióra, meg erre az egész körökre, hogy ez úgy az egész motoros társadalomnak jó. Hogy aki egy kicsit átgondolja azt, hogy ezek miért vannak ott, mire valók, hogyan kell használni, akkor az rájön arra, hogy ez neki mondjuk, mint nagyon profi motorosnak, ez egy óriási jó móka. Tehát én kipróbáltam ott, miután elkészült a felfestés, mentem rajta, hát nem tudom, 10 kört biztos mentem rajta. És azt vettem észre, hogy én tökre élvezem, hogy olyan, mintha egy ilyen vezetéstechnikai feladat lenne, hogy na ott van a zöld ív, és akkor forduljak el rajta úgy, hogy végig mellé rakom a kereket. És miközben ezt csinálom, nem kell azzal foglalkoznom, hogy szemből valaki majd elkasszál, vagy szemből hogy lóg át valaki, mert én egy biztonságos távolságra vagyok tőle. Tehát, hogyha én belerakom a kanyarba a motort az én saját kis tempommal, a körök mellett, vagy az ív mellett, akkor azt más miatt nem kell, vagy legalábbis nagyon nagy eséllyel nem kell korrigálnom. Magyarán sokkal jobb játék, még a versenyző, aki azt csinálja, hogy keresztbe áthúzza, annak folyamatosan figyelnie kell, hogy ki jön szemből, az hol jön szemből, hogyha közel jön hozzá, akkor belekorrigálni. Tehát szerintem, hogyha valaki igazán játszani akar, akkor ezek pont arra valók, hogy kijátsz magad. Illetve itt megint a sokféle képességű gépjármű vezető van az utakon. Itt valószínűleg mi a kevesekre, tehát az nem való, remélem, hogy a kevesekre fejlesztettünk, és ha te be tudtál ideig is fordulni mindenhol, akkor az nem probléma, de hogyha valakinek esetleg ez nehézséget jelentett idáig, neki segítséget okoz ez a jellegű dolog, illetve különben ez egy kanyar, tehát az a jó hírem, hogy nem lesz valószínűleg minden kanyar felfestve ezen a szakaszon se, ez a 2 marad itt. Ha más nem, például, hogy szó volt arra, hogy mi vagy valaki más, hogy motorozik, hogy más hívet választ. Na, akkor például nézd meg, hogy a profi vezetéstechnikai instruktorok sok éves tapasztalattal milyen hívet javasolnak. Azt gondolkodj el rajta, hogy a tied meg ez miért más, milyen egyéb kritériumnak kell megfelelni, illetve azért, tehát volt olyan, nem is tudom értelmezni, hogy jó, úgy megy a kanyar, elmegy egyenes, azt a hirtelen elfordul. 110-zel. De miért? Ellapolom 110-zel, és akkor 110-zel megcsúszom rajta. És hogy akkor a kressz, az másodlagos, valami ilyesmit mondott, tehát sose másodlagos a kressz. Tehát a közúton sose másodlagos a kressz, ha te túl gyorsan mész be egy kanyarba, és a felező vonalon, vagy a felfestett kis körökön megcsúszol, mert te 110-zel, 120-zal mentél be, akkor nem lesz másodlagos a kressz, akkor megnézik, mennyivel mentél, ennyivel mentél, szevasz. Meg hát, és akkor talán visszalapozunk egy kicsit odáig, egészen az elejéig. Tehát nem arra tervezték ezeket az utakat, de akkor már tervezésről is lehet beszélni, mert mondja Nyugat-Európa már ott tart, hogy olyan íveket, van egy olyan szemlélet, hogy olyan íveket csinálnak, amit a gépjárművezető nagy isten a motorkerékpáros könnyebben megold. Tehát ne legyenek ilyen ívmódosítások, ne legyenek hirtelen törések, tehát már az út tervezésénél figyelembe veszik azt, hogy könnyebben megoldható feladat legyen rajta menni. De nem lehet egy valódi
Tehát, hogyha visszafejtjük jogszabályi alapokra és az elv szintjére ezt az egészet, könnyen be lehet látni, hogy nem lehet rendező elv az, hogy egy 90-es szakaszon te 110-zel kényelmesen be tudsz fordulni, vagy nem. Vagy nem lehet az probléma, hogy egy ilyen biztonsági felfestés ez elrontja a 110-es kanyarodási játékodat, mert erről akkor nagyon halkan önmagadba kell szenvedni a sarokban otthon, de ezt kiírni szerintem bárhova, ez nem tudom, tehát én ezt biztos nem írnám ki, de akkor hol fogok száguldozni? Hol fogok szabályt szegni? Nem, mert miért nem ide ki? Hát, hogy beszélt, aki csak máshogy. Hát igen.